Sziasztok gyerekek! Jó napot mindenkinek! Szép napot, Csörtönyel! Sziasztok! Hát ma itt, ugye mi van ma? Hétfő? Igen. Hétfő van. Ma úgy nem megyünk sehova. Elég volt most. Mai nap pihenünk. Darabig. De viszont most eljöttünk. Hát ilyen bevásárló központszerűség. A Costco olyan, mi nálunk a metró, csak kártyával tudsz vásárolni, és nagy igen, ilyen nagy mennyiségeket, igen. Aztán, ja, úgyhogy gyerekek, majd bemegyünk, és akkor megpróbálom nekik az árakat is megmutatni, hogy itt milyen árak vannak, aztán bentről jövünk. Na gyerekek, itt vagyunk bent, bejöttünk. Nézzétek, hogy itt a $1100-tól kezdve. iPad $400. Minden gyerekek, laptopok. Ez a nagy tévé gyerekek. Ez a 390. El ne hagyjam a tináéket. Mindig a nagy áruház. Ja, oké. Sorry. Nem. Hol van? Hű, mekkora mosógép. Nézd meg, hogy a hatalmas izéket van, mosógépben. Azt a... Hát de mi? Nagyon pacek amúgy. Nem is értem, minden. Hát ezt már erről beszélek, hogy... És még izé is van, nagyon jó. Itt azért vannak cuccok, gyerekek. Itt azért vannak. Merre megyünk? Nem tudom, mik ezek. Valami sütők. Kis mikro. Valami $150. Itt ennyi ruha. Igen. Mik ezek gyerekek, itt van? Zára. Jó, ha mutatom tovább. Na, megtaláltam tényleg. Na, gyerekek, hát itt már készülnek ám, itt a májzére. Téllapóra. Hát ez nem korai még, ti nem? Nézd már meg, ez milyen szép. Hű. Milyen nagy. És ez itt pont így a szép. Még nyár van, de már itt már vannak izék. Mekkora ez a bolt? Ezek a babák. Frozen. De szép. Azért ott vagy te. Aha. Itt meg a Mézi. Nézd már ezt a tártakarót, Zoli. Azt a mindenit. Na, gyerekek, én nem tudom, hogy itt otthon van-e ilyen. Biztos, hogy nincs. És nézzétek meg. Ez egyébként egy ágytakaró. Be tudod tenni a lábadat. De komoly. Durván komoly. Ja. És 37
38 dollár az... Ne számolj meg! 21 000. 21 000 forint. De jó! Füstölj te ki! Kapott a kislány egyet, olyan barnát, mint te. És ez... Nagy... Jaj, de nehéz! Ez mi párna? Fog meg, aha. De jó. Ez 14 dollár. De fogd már meg, fogd meg. Hát ne, ó, de jó. És ez a fagyi készítő. A kajakra tudsz, ja nem, ez így. Ja, milyen nagyok. Hát, ha nem repülővel lennénk, még vennék is egyet, de hát, hogy visszük haza? Annyi mindent tudnánk venni, de... De kár, hogy ez a repülő ilyen kötött, Zoli. Hát, persze, mit gondoltál? Nutella, nézd meg, nagy Nutella, 10 dollár, 4000. A kettő. 13. 13? Igen, de a kettő. A kettő nagy. Igen. Nem a kicsi, a nagy. Starbucks kávé. Ez mire? Starbucks. Nem olyan drága. Hú, ez a nagy cukor. Válogatás 18 dollár. És ebben minden fajta van, mi? 18 dollár. Hát. Négy. Hát ma durván 8000 forint. Akkor cserétes. És mindenféle csokoládé van benne. Chipsek, chips válogatás. És még itt még mindig vannak ilyen kóstolók, gyerekek, hogy csomót tudsz kóstolni. Meg tudod kóstolni, igen. Ebből van 8, 7, 12 darab. 12. 54 darab van benne összesen, és 20 dollár. Az mennyi? 8000. Majd az a baj, ezt se tudod hazavinni. Hát hogy viszed haza? Még elmond most nem chipset fogok hazavinni. És ez? Ez viszont... Ez gumicukrok? 30 darab gumicukor van benne. Igen, és? És 21 dollár. 8000 valamennyi. 8000 valamennyi. Na gyerekek, itt soha nem szabad átszámolgatni itt a dolgokat, mert ugye itt a fizetések nem a magyarban mérhetőek. Akkor merre megyünk? Kóstolják, kóstolják. Smoothie. Nézd meg! Gyerekek, itt mindenből lehet kóstolni. Igen. Ez nagyon durva. Jó. Itt meg nekem nem kell. Kis joghurt. Na, sok sütemények. Annyi édesség. Sütemények, temkelege, hát ott. És nézzétek, mekkora kiszerelés egy gyerekek. Egyébként megmutattam az amerikai outfitemet, ezt na, most vettem itt Amerikába, ezzel a kis papucssal, és ezt a fülbevalót. Úgyhogy ezt vásároltam. Outfit in the America. Így van. Itt nézzük meg, mi van, kóstoljuk meg. Mindenhol leszel? Ide jövünk jól lakni, tudjátok. Jobbkort nem. Jobbkort nem. Na, azt már kóstold meg, azt aha, mondta. Kis Dunkin' édességek. Dunkin' kávé. Starbucks. Ez nagyon felkapott itt. Majd Amerikában megyünk oda is. Dunkin' Dance, vagy hogy kell kimondani? Hát itt mindenféle. Például ez a izé, mi ez? Bacon szalonna. Bacon szalonna 20 dollár, 8000. Ja, de jó. Oké, hogy 8. Négy van benne. Négy. De azért ez a csin bacon szalonna. Hát azért mondom, hogy itt egyet nem is nagyon tudsz venni. 4-5-ösével van. Nézzétek már meg ezt a szalámit, hogy mi ez, mekkora. Itt úgy szokták, hogy inkább megveszik a nagyobbat, mert a nagyobb kiszerelés olcsóbb, sokkal olcsóbb.
Ez az a finom izé. Ezzel isszuk reggelente a kávét. Ez gyerekek. Ez ilyen vaníliás valami. Nem tudom, de... Le vagyok fagyva, de ne törődjél vele amúgy. Fázol? Itt nagyon hideg van. Azt van. Popcorn. Ez öcsém popcorn, bitch. Amúgy nem olyan sok van benne, nézd. Ennyi. És ez... Ez színes, színes. A karamelle. Sínes. Ekkor az acskó mindenből. Nézd meg ezt a nagy csipszöt. 8 dollár. Mekkora? Mi hozzá tudnánk szokni ehhez az élethez egyébként? Hát ezt gondoltuk. Nem lenne nehéz egyébként. Keresték valamit. Melyik a helye? Ezek a izék, tudod? Croissant? Igen, és akkor ezeket meg kell sütni a sütőbe. Van benne hús, meg tojás. Cheese. Azt hiszem, hogy végig kóstolnod ezeket a... amik nincsenek Magyarországon, hát több hétig kóstolgattak. Nézd meg, hamburger. Ebben minden benne van. Az csak hús, Tina. A hamburger? Aha. Itt vannak ilyen hamburgerek, hát 8 darab hamburger. De 15, ott van. Ez is csak izé. Angus marha. Hát az is csak hús. Nagyon azt mondom, nézzük meg a húsokat. Jó. Arra kíváncsi. Na itt vagyunk. Mit találtál, Tina? A rákfarkot. És ez 9. Garnéla. Nagyon jó árban. Nézzük meg akkor a hús. Erre kíváncsi vagyok. Hát a csirkemel, de hát ez is, nézzétek meg mekkora. Azt mondja, hogy 26 dollár. 3,5 dollár. Hogy nem is tudsz egy kilót venni, gyerekek, hát nézzétek meg mekkora egy hatos csomagolásokba. Egy csirke is kettesével van csomagolva. Darált hús. Ezek nem normálisak. Ennyi. Csirke comb. Látnánk is valami. Grill csirke 8,5. Sonkák. Mekkora a gyerek? Sertéshús. Nem, de sem veszel egyet, azt, hogy megvan egy disznóvágás otthon. Egyébként nem sok gyereke. Nézd meg, kilója 3 dollár. És a sertéshús. Nem sok. Mit árulod ilyen? A halus 4000 forint, nézd meg. Hú, de szép, mekkora. És a lazac is milyen szép. Itt a lazac. Látod? Közelebb lennél vinni, amerikai lazac. Egy jó nagy lazacot Amerikából.
elküldtek engem, hogy vegyek sajtot. De szerintetek? Ez milyen sajtot vegyek? Jól van már ennyi sajt. Hát de nézzétek már mindenből milyen sok van. Na most én akarok egy ilyet venni, rendesen egy kiló. Milyen sajtot vegyek? Amit szeretek. Én tudnám is, hogy ezek milyen, hol a trappista sajt, a sima. Nem tudom. Ezeknek választok valami sajtot. Na gyerekek. Itt vannak ezek a kesudiók. Fú, minden milyen nagy. Rendes diók. Magvak. Ott a hotdog 1,50-ért. Drágább, mint az IKEA. Ó, pisztácia. Ó, de jó, ennyi ez. 10 dollár, gyerekek. Ez nem sok 4000-ért. És mekkora. Na jó, van itt a babolcban ennyi, és hazamegyünk. Tina főz valamit, aztán megyünk tovább shoppingon, és akkor onnan folytatom. Gyerekek, nézzétek, meg itt bepakolnak nekünk. Külön van itt erre egy ilyen néni, aki, amit ezt vásároltuk, és nekünk semmit nem kell csinálni. Hát igen. This is the American. Na jól van. Csak ezt meg akartam nektek mutatni.